Sziasztok, nyilasok! Köszöntek a csatornámon, Attila Taro. Ebben a videóban azt fogjuk megnézni, hogy júniusban milyen energiákat várhatsz a szerelem és a kapcsolatok területén. Mint mindig, ez egy általános kirakás, egy igazán figyelj oda azokra az üzenetekre, amik relevánsak a számodra, és engedd el a többit. Először is a segítő állatok szelleme kártyáját nézzük meg, ahol két kártya jött ki neked, a 8-as, ami a vadmacska, az élet egy rejtelem, és a 2-es az antilop, ami jelzi azt, hogy az élet felgyorsul. Tehát ez a két kártya igazán arról beszél, hogy van valami az életedben, amit lehet, hogy jelenleg nem értesz, hogy miért történik veled, ez a vadmacska, és igazán később fogod megérteni, hogy ez az időszak milyen szerepet játszott az életedben, miért volt fontos. Az antilop pedig arról szól, hogy lehet, hogy felgyorsulnak körülötted az események, lehet, hogy sok minden történik egyszerre, de majd ezt megnézzük a taróval, hogy hogyan érvényesül. De vágjunk is bele. A kirakásod középpontjában a kelyhek 5-ös van. A kelyhek 5-ös, ami jelzi azt, hogy van valami az életedben, ami miatt szomorú vagy, ami elkeserít. Ez lehet egy szakítás, lehet egy válás, egy társnak az elveszítése. És amikor ez a kártya kijön, akkor tehát ebben a kirakásban ez teljesen betölti az életedet. Tehát itt igazán ez a kártya mindig arról szól, hogy nem minden veszett el, hanem még vannak új lehetőségek, amikre, ha odafigyelsz, akkor ez elhozza neked a boldogságot, amire vágysz. Tehát itt nagyon fontos az, hogy felismerd azt, hogy azzal nem segítesz önmagadnak, hogy a régi dolgokon, a régi fájdalmakon nem engeded el. Hát igazán nagyon fontos, hogy elengedd ezeket a régi fájdalmakat. Írd be a kommentbe, hogy elengedem a régi fájdalmakat. De nézzük meg, hogy milyen más lapok vannak. Az első lapod az a botok 4-es. A botok 4-es, ami igazán egy nagyon pozitív, nagyon örömteljes kártya, jelezhet eljegyzést, jelezhet házasságot, gyerekszületését, de bármilyen örömteljes eseményt, ami mérföldkő az ember életébe. Ez az újrakezdés, a 11-11 lap, amikor kinyílnak a kapuk az életünkbe. Tehát mindenképpen jelez valamilyen ünnepi eseményt. Aztán a következő lapunk viszont a kardok 10-es, ami egy szakasz lezárultát jelzi, egy fájdalmas szakasz lezárultát. Tehát itt ez látható, hogy nagyon közel áll ez a kardok 10-es a kelyhek 5-öshöz, tehát ez a szomorú lezárása egy kapcsolatnak, egy időszaknak, egy korszaknak, az, ami téged nagyon elkeserít, ami teljesen kihatással van az életedre. Tehát ez nem egy egyszerű kártya, ez a két lap együtt. De a kardok 10-es, amilyen sötét ez a lap, jelzi azt is, hogy egy új nap jön az életedbe, ami igazán sokkal jobb lesz, mint az eddigiek. Tehát innen már csak fölfelé vezet az út. Aztán a következő lapunk pedig a kelyhek királynője. A kelyhek királynője lehet egy személy, a te energiád, vagy a kártya energiája. Ez egy olyan személy, aki a szívéből irányít, akinek az érzései, a megérzései nagyon fontosak számára, és igazán odafigyel a környezetére. Nagyon-nagyon szeretetteljes személy, lehet egy gyógyító is. De nézzük meg, hogy mi van itt még. Tehát itt a következő lapunk pedig a kelyhek királya, tehát mint láthatod, ez egy tökéletes társ, tehát itt jelented egy kapcsolatot két személy között, akik nagyon egyformák, nagyon összeillenek. Tehát a kelyhek királya az a tökéletes apa figura, aki ugyancsak a szívéből irányít, de nagyon jól tudja igazán egyensúlyozni az érzéseit és a gondolatait. Nagyon stabil, mindig megállja a helyét, nagyon jó kommunikációs, diplomáciai készségekkel rendelkezik. Aztán a következő lapunk pedig az érmék lovagja. Az érmék lovagja, ami általában egy nagyon lassan mozgó kártya, de mivel udvari kártya, ezért lehet személyt és tehát itt az, ez a, ez a, az az a kártya, amikor nagyon lassan haladnak előre a dolgok,
jelenthet egy kapcsolatot, ami lassan fejlődik, de lehet, hogy ez fel fog gyorsulni az antilop miatt. De általában ez egy nagyon megbízható személy, vagy egy megbízható kapcsolat, egy nagyon hűséges, akire mindig lehet számítani. Tehát ez igazán ez a lassú víz partot mosnak az energiája. De nézzük meg, hogy mi lesz ennek a kirakásnak a végkimenetele, de előtte ne felejts el lájkolni, megosztani, valamint feliratkozni. Azzal mindenképpen jelzett, hogy ez a kirakás segített, és te is segítesz nekem abban, hogy növeljem a csatornát, hogy minél több emberhez eljusson az üzenet, különösen azokhoz, akiknek szüksége van rá. Neked ez csak egy gombnyomásba kerül, remélem, hogy már meg is nyomtad mind a like és a feliratkozás gombokat. Természetesen nagyon szívesen olvasom azt is, hogy hogyan rezonál ez a kirakás a te életeddel kapcsolatosan. Aztán a következő lapunk pedig az érmék 2-es. Az érmék 2-es, ami az egyensúlyozásnak a kártyája. Tehát van az életedben valami, amit próbálsz egyensúlyozni. Tehát próbálsz egyensúlyba maradni, ez lehet az érzéseid, lehet két személy, amit egyensúlyozol, lehet, hogy a pénzügyeidet próbálod egyensúlyozni, lehet, hogy azt próbálod egyensúlyozni, hogy mennyi időt töltesz a szeretteiddel, mennyi időt töltesz a munkával. Tehát itt van valami, amiben próbálod megtalálni az egyensúlyt, de nagyon jó képességekkel rendelkezel, és nagyon találékony is vagy. Aztán a következő lapunk az a botok 3-as, ami a kezdetleges sikereknek a kártyája. Amikor valamit eltervezte, amikor valamiből belevágtál, és látod, hogy az sikeres lesz. Ez lehet egy új kapcsolat néhányatoknál, és látod, hogy ez előre fog haladni a botok 3-asról a botok 4-esre. Ez igazán az új horizontnak a kártyája. Tehát mondjuk, hogyha egyedül vagy, független vagy, akkor jelzi azt, hogy élvezed a függetlenséget, amit elnyertél, és élvezed a kalandokat, amik az utadba kerülnek. Meglévő kapcsolatban jelenti ezt az új horizontot, amikor a kapcsolat fejlődik, és lehet, hogy a következő fázisába kerül. Néhány esetben ez jelenthet egy távkapcsolatot is, amikor a társad egy másik helyen van. Aztán a következő lapunk pedig a kiegyenlítődésé, ami az jelző, hogy az angyalok segítenek neked, valamit arra is figyelmeztet, hogy ne rohanj bele semmibe, hanem egyik lépést tedd meg a másik után, és igazán azáltal valamilyen csodálatos dolgot fogsz elérni az életedbe. Aztán megnézzük a pakli alján, a kardok ásza van, a kardok ásza, ami igazán jelez egy új fejezetet, egy áttörést, egy nagyon jó beszélgetést, tehát jelenthet egy olyan új kapcsolatot, ahol igazán nagyon jól megértitek egymást a eszmei téren, tehát nagyon egy szinten mozogtok agyilag. Jelenthet valamilyen megbeszélést, jelenthet valamilyen áttörést, valaminek a felismerését is. Tehát igazán ennyi van számotokra, remélem, hogy ez a kirakás segített, és újra üdvözölhetlek.